kiló, úgyhogy ez egy kicsit meg fogja dobni, szerintem 20 pénzt fogok fizetni, tehát ezt ki kell, hogy vigyem magammal. Hogy? Gyűrűből telik rá. Nem tudom, a gyűrűvel érdekes lesz a határon átmenni, aztán Tajpejbe bemenni, mindegy, majd valahogy megmagyarázom ezt az egészet. Nem húzom most fel, mert mit majd később felhúzom. Lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Végig sorolhatnám, hogy ki mindenkinek, elsősorban Haragi Tibinek, akivel közösen kaptuk szerintem ezt a gyűrűt, mert hát mindig ő segít nekem a legtöbbet abban az ügyben, hogy azok a számok, amiket alkotott, közönség képesek legyenek. Igen, persze, nyugodtan kell nála egy kicsit kérdezni. Is tartsa kerepet. Én köszönöm a figyelmet. A papírió számlát úgyis én állítottam ki, tehát gyakorlatilag teljesen parancsolj. Szóval köszönöm szépen, hát sorban mehetnék. Először annak az új embernek, aki nemrég tartott el, közülünk Bódis János Lászlónak írták, műsoraiban ő kezdett el foglalkoztatni még 1994-ben, aztán Farkas Ádám Tivadar, aki szintén 94-ben a Rádió Kabaréban kezdett foglalkoztatni, ugyanígy Singó Péternek köszönöm szépen, valamint Selmeti Tibornak és Sarsi Józsefnek, akik a Mikroszkóp színpadon segítettek nagyon sokat. És hát nagyon szépen köszönöm Áder Jánosnak, illetve szeretném megköszönni Áder Jánosnak, a köztársasági elnöknek, hogy levélben gratulál, de nem köszönöm, mert nem tette. Viszont Orbán Viktor és a többiek, illetve vezető politikusai sorra kommentálták a mai eseményt. Kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, polgártársak, Anit Asszony. Egy magyar ember ujjára húzunk magyar gyűrűt. A magyar gyűrű pedig magyar aranyból készült, magyar munkával. Még egyszer mondom, munkával. Egy ősi indián közmondás szerint héja, 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 vatakanta, takanta, vatranta, tasunta, vatanta. Mit jelent ez? Ugyanazt, amit a kínai mondás, ni szondítja, szintén szanzítja. Magyar embernek, magyar gyűrű. Hajrá Magyarország, hajrá Magyarország. Köszönöm. Természetesen Gyurcsány Ferenc is reagál, nem csak Tájpájról, hanem itthonról is. Most. Kabaré. Nekem is van humorom. Tud, én is tudom viccet. Viccet Orbán, a fáj a fejem. Az volt. Na, tessék. Jó volt. Gyerünk, keressünk egy nagyot. Gyerünk, aztán húzzuk fel a gyűrűt. Gyerünk, gyerünk, húzzuk fel. Kövér László a hitat. Gyerünk, húzzuk fel őt is. Gyerünk. Az MSZP részéről az egykori kultuszminiszter Iller István mondott. A halál kultúra, a humor, a kabaré, a világosság. Átvevőjének vérképét pedig még nem sikerült lekérni. A radikális párt ezzel egyidejűleg a Karinthy gyűrű mintájára megalapította a nyírő orkarika díjat, amit minden évben a legtöbb zsidó viccet mesélő bloggernek adnak majd át. Az LMP is tiltakozik Varga Ferenc József kitüntetése ellen, mert szerintük a gyűrű megint oligarchák kezébe jut. A kereskedelmi tévék híradói szintén tudósítanak az eseményről. Öten könnyebben, heten súlyosabban, de meghaltak. Heten megsérültek, 8-an életüket vesztették, vannak az autóbusznak az utasai.
amelynek sofőrje elaludt és késve érkezett a munkahelyére. A férfi korábban gyakran kezelték ideggyengeséggel, most csalás és ütlenkezelés gyanújával házigyűlítetben van. A helyszínen van tudósítom Böde Péter. Szervusz, Péter! Szervusztok, köszönöm a kedves nézőket! Péter, mit látsz, milyen a hangulat? Hát, ahogy itt mögém nézek, itt kezd normalizálódni a helyzet, az emberek meg kezdenek visszatérni a kerékvágásba. A helyiek félnek nyilatkozni, azt mondják, többször megfenyegették őket, de nem tudják, hogy ki. Péter, vannak-e újabb áldozatok? Egyelőre nem tudok beszélni. Köszönjük szépen Péternek! Várom a futársajtó rólam szóló cikkeit is, például felesége miatt hagyta ott korábbi barátnőjét a titokban elvált humorista. Általában ilyen cikkek vannak, és annak lehet kihámozni, hogy mit jelent. Válik Varga Ferenc József csendéje a fürdőszobában. Neked is lesznek majd értelmes hírek. Durva 2. vészesen lefogyott a magyar humorista oldosztálytársa. Brutális betegség áldozata lett a magyar humorista. No de nincs ünnepség vers nélkül, úgyhogy én meghívtam egy általános iskola egyik jövőre is 5. szavalóját, hogy mondjon nekem valami szép verset. Petrényi László. Már nagyon régen fájt a fogam egy arany karikára, de a pélóm is ez régnek, mert ez a csatos marikára. Ma el is mondom én ezt neki, biztosan megérti, az se baj, ha műfoga van, az se baj, ha férfi.